Fonyódi Strand Fesztiválon találkoztunk veled, de nem mint fellépő, adódik a kérdés, hogy miért éppen Fonyód? Miért éppen Fonyód? Nagyon egyszerű a helyzet. Az egész zenekarom itt nyaral, engem kivéve, és meglátogattuk őket, hogy ők itt buliznak minden este. Szórakozásban mi meg körbejárjuk a Balatont, most kipróbáljuk a kompot is, úgyhogy el vagyunk. Megpróbáltunk nyaralni egy kicsit. Jártál már korábban Fonyódon? Biztos, hogy voltam itt. Én már nagyjából mindegyik városban voltam valamiért, de most nem tudom, lehet. Hogy tetszik és hogy érzed magad most? Most itt kifejezetten kiválóan érzem magam. És még mi van vissza itt a pihenésből, meddig vagytok még itt? Hát sem eddig, szinte már most megyünk vissza. Tehát már úgy ejtjük útba ezeket az helyeket, amiket meg akarom még nézni, hogy már közben megyünk hazafelé. Itt a háttérben éppen Weiss Viktor énekel, és a Strandfesztivált tartunk. Elképzelhető, hogy a közeljövőben téged is vendégül láthatunk a városunkban, mint fellépő? Én bármit el tudok képzelni, ugyanis most barátkoztam össze az itteni szervező bácsival, és... Ez teljesen patent most ide, mi a véleményed erről? Az a vélemény, hogy állandóan ez van. Mindig, ahogy így történnek velünk az események, én minden hozzáadok, és egyre nagyobb és egyre boldogabb az egész. Tök jó az egész, minden. Nagyon szépen köszönjük az interjút, és jó pihenést kívánok. Ciao. Köszönöm szépen nektek is, mindenkinek. Megyünk tovább iszogatni, csőzelék. Tudtam, hogy túlöltöztem a mai bulit.